Hurrá, hurrá, itt a tér, minden hófehér. A házak eleje, a kémik teteje, a fák átlóra, a lépra fokra, csak a varjú fekete. Közel 100-an fogadták el Csikostöttös önkormányzatának meghívását az idősebb karácsonyi ünnepségére. 2004 óta szép hagyomány, hogy megvendégelik a 60 év feletti lakosokat a településen karácsony előtt, hogy kifejezzék tiszteletüket és megbecsülésüket. Kreb Ibrahim polgármester köszöntötte a jelenlévőket, kiemelte, hogy ez a korosztály évről évre aktív szerepet vállal a falu közösségének munkájában, amiért nagyon hálásak. Ezt az ünnepséget 2004 óta, tehát 15 éve tartjuk. Reméljük, hogy ez a szép hagyomány mindenkinek örömére szolgál. 2004 óta az átmeneti időszakban tartjuk meg mindig a nyugdíjasok karácsonyát, amelyre a helyi 60 év feletti nyugdíjasok, 60 év felettieket, ma már nem mindenki nyugdíjas azok közül, azokat hívjuk meg. Csikostöttösen ez nagyjából 120 ember, abból várhatóan egy 100 ember, aki most el tud jönni erre a kis ünnepségre. Ezt úgy oldjuk meg minden évben, hogy az iskolások díszítik fel a termet, az asztalokat, tehát ők várják a díszített teremmel és a kis műsorukkal a nyugdíjasokat. Az önkormányzat állja az estéhez a vacsorát. Nem csak rendezettségében és fejlődésében, hanem a közösségben megmutatkozó összefogásban is kiemelkedő a térségben a Tolna megyei település. A nyugdíjas klub nyáron két héten napközi tábort szervez a gyerekeknek, hogy ezzel is segítse a szülők munkáját, szívesen vesznek részt a rendezvényeken is. Most ősszel elvállalták a táncosok és a születi felvonók ruháinak a megvarrását, és minden évben kirándulásokat szerveznek az önkormányzat támogatásával.